Az elmúlt szombaton Törökbecsén kiválasztották a 12. vajdasági munkás sportolimpia csapatait, akik Óbecsén és Törökbecsén szerepelnek június 28-ától június 30-áig. A 4 évig tartó versenyciklus alatt mintegy 20 000 munkavállaló versengett a vajdasági kupán és a vajdasági bajnokságon. Annak érdekében, hogy jogosultak legyenek a 2019-es évi befejező rendezvényre. Ez egy óriási kihívás, mivel a sport az, ami összeköt bennünket, a rekreáció. Ez a harmadik félidő, ami fennáll a munkások között. Már maga a szervezés is elég megterhelő volt. Mi azt várjuk el, hogy minél több munkavállaló csatlakozzon a szervezetekhez. Tulajdonképpen a kisebb szervezetektől függ ez az egész, mert ahhoz, hogy bekerüljenek az olimpiára, először a városokban kell megmérkőzniük. Itt nincsenek profi sportolók. Ez kizárólag munkás sport. Abban reménykedem, hogy ez egy szép barátkozás és egy szép verseny lesz. Nagy örömömre szolgál, hogy ez a 4 éves ciklus a végéhez közeledik. Ha tudjuk azt, hogy ezt a ciklust mintegy 20 000 munkás végigjárta, és ha tudjuk, hogy lesz 284, illetve 287 csapat, akik mindkét konkurenciában versenyezni fognak, ha tudjuk azt, hogy a befejező rendezvényen 2200 sportoló versenyző vesz részt, a szervezőkkel együtt 2500-an lesznek, és ha tudjuk azt, hogy mindezek a megterhelések után majd egy újabb ciklus kezdődik, akkor ezt mind összevetve örömmel tölt el bennünket, mindannyiunkat, akik a sportban dolgozunk, és arra ösztönöz bennünket, hogy a következő ciklusban valami újat, valami attraktívat kínáljunk fel, azért, hogy még többen jelentkezzenek, mint az eddigi évek alatt. Ami a rendezvény megtartásához szükséges sportinfrastruktúra állapotát illeti, az előkészületek a végső fázisukhoz érkeztek, úgyhogy várhatóan egy kis sminkkel a pályák remek állapotban és felkészülten várják majd a munkásokat, akik minden bizonnyal szép emlékeket visznek majd el magukkal mindkét becséről. Úgy vélem, hogy ez a 4 év alatt nagy munkát elvégeztünk. Gyakorlatilag, ami minket illet, az olimpia már néhány hónappal ezelőtt is elkezdődhetett volna. Tehát mi felkészülten várjuk a kezdetet. Remélem, hogy Óbecse község is, akivel együtt szervezzük ezt a munkás sportolimpiát, felkészült, és így elkezdődhet ez az esemény. Felújítottuk a tekepályát, a sportcsarnokban lecseréltük a komplett parkettát, a Josip Marinkovics általános iskolában futballpályát létesítettünk, a hozzátartozó melléképületekkel. Sporthorgászatra is kialakítottuk a szükséges teret, és a többi sportpályát is rendbe tettük, úgyhogy elégedettek lehetünk mindazzal, amit eddig megcsináltunk. Ránk vár még, hogy befejezzük a Partizán pályáját. Itt játsszák majd a kispályás futballt. A többi sportpályáink jó állapotban vannak. Egyes helyekre ráfér némi sminkelés, de mire kezdődik a munkás sportolimpia, addigra minden kitűnő állapotban lesz. Azt remélem, hogy jó házigazdák leszünk, hisz erről vagyunk híresek.